A jogszabályi előírás szerint a lakosságnak továbbra is szelektíven kell gyűjteni mindazt, amire már nincs szüksége, elkülönítve a kommunális hulladékoktól, mondta Kaiser Mária, a Bonyhádi Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi referense. Az elszállítás ideje Bonyhád minden utcájában meghatározott napokon történik. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy két hetente házhoz megy a közszolgáltató. Két hetente csütörtökön, illetve pénteken szállítják el a szelektív hulladékot, továbbra is a rendszeresített 120 literes gyűjtőedényzetben kell ezeket a hulladékokat gyűjteni. Ha valakinek nem elég az otthon lévő kommunális hulladékgyűjtőedényzet mérete, illetve plusz hulladék a keletkezett, akkor az önkormányzat épületében található a Délkom ügyfélszolgálati irodája itt vásárolhat erre rendszeresített zsákot, és a zsák megvásárlásával gyakorlatilag fizeti a többlet hulladéknak a kezelését, illetve elszállítását is. Ebben a zsákba beleteszi a többlet hulladékot, kihelyezi a hulladékszállítás napján, és a közszolgáltató ezt el fogja szállítani. Abban az esetben, ha valaki nem folyamatosan használ egy ingatlant, akkor a használatba vételi időszakra kell igénybe venni a kötelező közszolgáltatást. A lakóknak minden esetben maguknak kell gondoskodniuk arról, hogy a szemétszállító edények kikerüljenek a kerítéseken kívülre. Az ingatlan tulajdonosnak elsősorban saját ingatlanán belül kell tárolnia a gyűjtőedényzetet, és a szállítást megelőző napon este 6 órától, illetve a szállítás napján reggel 6 óráig kell kihelyeznie a hulladékgyűjtőedényzetet, majd a szállítást követően még a szállítás napján be kell vinni saját ingatlanra a hulladékgyűjtőedényzeteket. Zöld hulladékot elsősorban mindenki a saját ingatlanán köteles, illetve lehetőségeihez mérten komposztálnia kellene, de természetesen biztosítja a közszolgáltató a házhoz menő zöld hulladék szállítást is. Ez április végétől nagyjából november végéig terjedő időszakban két heti, illetve havi rendszerességgel szállítják el a zöld hulladékot a közszolgáltató. Biztosan minden ingatlanban felhalmozódik olyan hulladék, mely nem tehető ki a kukák mellé. A lomot használhatja a Gyár utca végén található hulladékudvarban, továbbá festékes vödrök, bizonyos veszélyes anyagok, gumiabroncsok és bizonyos mennyiségi gépítési törmelék is leadható a hulladékudvarban az év minden napján, illetve egy nyitvatartási időben. A hulladékszállítási menetrendről készül egy naptár is, amit a lakosok január végén kaphatnak majd készhez a hulladékszállítási számla mellékleteként, de megtalálható lesz majd a város honlapján is. Ennek segítségével nyomon lehet majd követni, hogy a szolgáltató mikor, milyen szállításokat ütemez be, és ehhez igazodva lehet majd a különböző hulladékokat kihelyezni.